Itt ez egy airsoft fegyver, Kalasnyikov AK-74-es, amit eredetileg az oroszok használtak a világháborúban. Ez tulajdonképpen egy airsoft fegyver, tehát egy kis 6 mm-es sorjázott gyöngygolyót lő ki, ami tud fájdalmas is lenni, de nem annyira veszélyes. Ezzel a fegyverek kétféle lövéstípus lehet leadni. Van az egyes lövés, a félautomata és a teljesen automata sorozat lövés. Ez ugye hát a biztonsági, amikor nem tudsz lőni. Itt tudod beállítani a hop-upot, ami azt jelenti, hogy merre szeretnél lőni. Ha távolságira akarod, te messze akarsz lőni, akkor kicsit el kell tolni errefelé. Akkor kicsit följebb viszel és távolságot nyersz. Ha pedig csak közelre, akkor balra, és akkor közelre sokkal pontosabban lősz. Tudsz állítani irányzékot, itt is lehet állítani. Ez egy sima csavar. Tárat egyszerűen ki lehet venni, ezt fel kell tolni, meg kell tolni, és a tál kiugrik. És van egy pár golyó is, ugye, amit eredetileg betöltött. Mondom. Bemutattam a golyót, hogy néz ki. Sima a golyó. Ez egy sima kis fehér sorjázott golyó. 0,25 grammos. Ennek a fegyvernek a váltámasza behajtható, amit ha itt megnyomok, be tudom hajtani. És könnyebb tárolni is, kevesebb helyet foglal. És az épületi harcban is sokkal praktikusabb. Itt felül található az aksi, hogyha ezt eltávolítom. Itt csatlakozó minden. Ebbe a típusú tárba 450 lőszer fér. Engedhetetlen dolog, ugye a rajtam látható védőszemüveg, ami kifejezetten ajánlott, ha szeretnél útségbe hazajönni. Zeppelin! Hey!